Te miért szereted ezt a kiállítást? Tegnap előtt hajnal 3-ig raktuk össze a kiállítási anyagot, meg installáltuk a dobozokat, és szeretem azt az egyesületünk tevékenységében, ahogy a különböző ilyen kreatív energiákat összehozza, és hogy mondjuk ez a kiállításunk is egy nagyon jó példa erre. Tehát egyrészt szerettük volna azt, hogy legyen egy kiállítás, ami a fenntartható városokról szól. Másrészt tehát, hogy azt, hogy Budaörsről is szóljon az anyag, illetve van a Kuruc Olivia nevű egyesületi társunk, aki az urbanisztika tanszéken, a Műszaki Egyetemen doktorandusz hallgató, illetve Monori Rebeka, aki egy másik doktorandusz hallgató az urbanisztika tanszéken, és az ő témájuk az egyrészt a játékosítás, tehát a játékosított eszközökkel történő közösségi bevonás, másrészt pedig az ilyen köztéri installációk. És ugye ezeket a témákat hoztuk össze ezekben a kiállítási tárgyakban, amiket kihelyeztünk különböző pontjain a városnak. És ugye itt ilyen képes lapokat készítettünk különböző városi helyszínekről, amit matricákkal, tehát fel lehetett matricázni, és ezzel a különböző témákban különböző válaszokat adni, hogy Budaörsön hogyan lehet ezt megvalósítani. Szombat délelőtt van, és az ember nem is gondolná, hogy szombat délelőtt gyerekekkel lehet fenntarthatóságról beszélgetni, de a gyerekek már fenntartható játszótereket meg tereket készítettek a héten bent a Zicsi Majorban. Előrébb járnak egy picit, mint mi, nem gondolod, fenntartható város kérdésében? Hát ez biztos, hogy gondolkodásilag igen, de hát sokkal előrébb tartanak. Hát máshogy szocializálódnak nyilván, ők már a klímaszorongásba szocializálódnak, tehát hogy sokkal sokkal érzékenyebbek ugye erre a témára. Szerintem nekünk igazából az volt a furcsa, hogy ezt így fokozatosan szembesültünk ezzel a problémával, hogy a társadalmunk a vesztélybe rohan, úgyhogy szép fokozatosan kellett hozzászokni ahhoz, hogy ezen gondolkozzunk. Hol tartunk most Budaörsön, szerinted fenntartható város témában? Hát Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van ebből a szempontból. Ugye nagyon sok tekintetben szembe ment a világ tendenciáival, tehát ugye például a rezsicsökkentéssel gyakorlatilag az ilyen energetikai célú megtakarítások azok teljesen, hát nem az, hogy feleslegessé váltak, de hogy gazdaságilag nem voltak megalapozva. Aztán most hirtelen egy pár hónap alatt szembesültünk azzal, hogy hát ez ugye maga ez a modell, ez fenntarthatatlan. De hát közben pedig tehát részben ugye ezért a kialakult helyzetért az is felelős, hogy gyakorlatilag nem voltak ilyen jellegű fejlesztések, vagy nagyon csekély ilyen jellegű fejlesztés volt Magyarországon. Nem is, tehát hogy mondjuk a közületi szinten volt ilyen nyilván, meg mondjuk amikor állami megrendeléseknél, vagy ilyen önkormányzati középületeknél, akkor ugye mindig gondolkodtunk, meg más építészek is ugye úgy tervezték a házakat, hogy minél fenntarthatóbbak legyenek. De hát a lakosság, ami ugye az épített állománynak egy nagyon nagy része, meg a felhasznált energiáknak is egy nagy részét a lakosság használja föl, ők viszont abszolút nem voltak érdekeltek ebben. Most hogyan lehet érdekelté tenni az embereket abban, hogy ezzel valóban a hétköznapok szintjén foglalkozzanak, és hogy hogyan fogják érteni ezt, mert egyelőre csak annyit értünk, hogy minden drága, és hogy klímaválság van. Igen, hát az, hogy klímaválság van, az már csak szerintem egy réteghez jut el, aki ezzel egyébként is hajlandó foglalkozni. Az, hogy minden drága, az viszont mindenkihez megérkezik ez a probléma, meg tényleg úgy, hogy egyik napról a másikra kellett ezzel foglalkozni mindenkinek. Hát ugye
gyakorlatilag egy hét alatt a teljes magyar társadalom ilyen energia politikai szakértővé vált azonnal. És hát ugye pont a kiállításunk az arról szól, hogy a fenntarthatóság az nem csak az energiáról szól, tehát nem csak az energia miatt nem fenntartható a város, meg igazából az egész társadalmunk, hanem számos egyéb más probléma is van. És ugye ezekre a problémákra is, vagy olyan javaslatokat is láthatunk, amik ezekre a problémákra próbálnak meg választ adni. Volt már időd arra, hogy csak leüljél valamelyik részére a kiállításnak, és csak már rengél, vagy ez még ezután következik? Nem, az majd ezután fog következni, igen. Köszönöm. Köszi szépen.